Az a tapasztalatunk, hogyha a jövendő nemzedéknek, a fiataloknak a tudatában, a lelkében, meg a napi döntéseiben nincs benne az, hogy a magyarok azok saját maguknak a szomszédai, és hogy a határnak a két oldalán magyarok élnek, akkor ez egy eltűnő dolog lesz. Az egységes magyar Kárpát-medencei térben kell gondolkodni többek között az egészségügyben, az oktatás, a család, a kultúr és az egyházpolitikában egyaránt Balogh Zoltán szerint. Az emberi erőforrások minisztere az itthon fiatalon szülőföldön ifjúsági találkozón beszélt határon túl és anyaországi fiataloknak szombaton Nyíregyházán. Balogh Zoltán úgy véli, a felsőoktatás kiváló példa lehet arra, miként köthető össze a Kárpát-medence magyarsága. Mindenfajta anyagi korlát nélkül bármelyik fiatal, aki eldönti, hogy ő egy magyar ajkú vagy egy magyar nyelven oktató egyetemnek a hallgatója, és egy másik magyar nyelven oktató egyetem hallgatója akar lenni, amelyik nem abban az országban van, akkor mi ez egy olyan ösztöndíj támogatást adunk, úgy hívják, hogy Makovec ösztöndíj, amelyel valóban egy stabil megélhetéssel egy szemeszterre, kettőre, vagy akár több évre is egy másik magyar nyelven oktató felsőoktatási intézménye tanulhat. Balogh Zoltán úgy véli, napjainkban az ifjúság esetében a kulcs szó a figyelem. A közéletben még több pozitív figyelmet kell kapniuk, amelyhez hitelességre és őszinteségre van szükség. A politikus szólt a fiatalokat érintő mobilitásról is, mint mondta, a kormány intézkedései ezt támogatják. Ezért részt veszünk az ösztöndíj programokban európai szinten, ezért mi támogatjuk azt, hogy a kutatóink külföldön kutassanak, de aztán utána hazatérjenek. Van egy olyan lendület programunk, erről keveset beszélünk, de mi a kormányüléseken, miniszter úrral meg szoktuk nézni a számokat, elindult a visszaáramlás. És az az érdekes, hogy nem feltétlenül a szakmunkásoknak a szintjén, hanem a kiváló tudósainknak a szintjén. Balogh Zoltán beszélt a kormányzat ifjúságpolitikájáról és ez irányú intézkedéseiről is. Így többek között a friss házasoknak járó támogatásról, a családi otthonteremtési kedvezményről, vagy a külhoni magyarságot érintő köldökzsinór programról. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a nyári budapesti vízes világbajnokságot állította a fiatalok elé példaként. Benne van minden, amit ma a 21. században, 2017-ben mi a magyar kormány, mi a magyarok gondolunk erről a világról. Benne van a lelkesedés, a tenni akarás, a küzdelem, a hit, a bátorság és az, hogy meg tudjuk csinálni. Szabó Tünde arra hívta fel a figyelmet, hogy sok feladat áll még a fiatalok előtt. A magyar kultúra, a környezetük, a kereszténység és a magyar nemzeti értékek védelmében. Mint mondta, ez viheti előre az országot, a megyét és Nyíregyházát. Hiszen a kitartó és elkötelezett cselekvés az, ami egy nemzetközi jelentőségű nagyváros jövőképét tudja elénk vetíteni. Olyan városét, amely Európa részeként kiegyensúlyozott, stabil alapokon nyugvó, fejlődő gazdasággal rendelkezik, minden mellett pedig lakható, élhető város is marad. A fórum végén a fiataloknak lehetőségük nyílt arra is, hogy feltegyék kérdéseiket a politikusoknak.